Sziasztok, itt vagyok, Kökin, negyedik vágány, és innen fog indulni majd a Szegedi Gyors, és ezzel fogok majd menni Hódmezővásárhelyig, ahol majd a Trentén ennek a nyomvonalát fogom bejárni. Hát még egy olyan negyed óra, mire ide jön a vonat, egy kicsit korán érkeztem, de hát mindegy, itt vagyok, és akkor állunk. Hát közben elment itt a Panda szerelvény a metrón is. Hát ugyebár ez már a célegyenesben van, a metró felújítás is, holnap elindul. Köki és Nagyvárad tér között a metró is, majd arról is lesz videó. Hát egyébként, de most megvárjuk a vonatot, aztán irány Hódmezővásárhely. Sziasztok, itt vagyunk. Most már Hódmezővásárhelyi Népkert állomáson, és itt a Tremtrénnek a csatlakozása. Ez az újonnan kiépített vágányszakasz, ez már a Tremtrénhez tartozik. Egyébként itt régen is két vágány volt, mert ez a 130-as vonal, ez megy Szentes fele, ez pedig a 135-ös, ami a Szeged-Békés-Alvas útvonalon. És egyébként Hódmezővásárhely állomás, az úgymond nagy állomás, az meg arra van tovább, másik irányba Algyő és Szeged. És ez pedig az új megállóhely, ennek a peronjai. Egyébként itt régen vágánykapcsolat nem volt. Itt jött a két vonal egymás mellett, de nem volt a kettő között kapcsolat, most kiépült itt a... és az állomás épület is megújult. Ezt is meg fogjuk majd nézni. De most az elsődleges, amiért igazából jöttem, az az, hogy a Tremtrénnek a pályáját bejárjuk, mert ez úgy fog működni, hogy itt ér le a nagyvasútról, és a villamosként tesz egy kanyart a városban, és Hódmezővásárhely nagy állomásra lesz a végállomása. Illetve Szegeden pedig a Szeged-Rókus pályaudvarnál, az egyes villamosnál csatlakozik be Szegeden a városi villamos hálózatba. Azt is meg fogom mutatni, bár arról már korábban raktam föl videót. Hát akkor gyerünk tovább. Itt van a népkerti állomásépület, már felújítva. Egyébként régebben itt egy resti üzemelt, még arra emlékszem, de ez ilyen 2008-2009 környékén volt, amikor utoljára itt leszálltam a vonatról. Hát az sem a. És viszont gyönyörű szépen felújították, ott van a forgalmi iroda, talán hát megnézem majd, hogy mi látszik belőle. Várótanámban most nem tudok videózni, mert éppen takarítanak, de majd képeket rakok be. Egész szépen megcsinálták azt is. Asztalok, székek, minden vannak, ugye van WC és ami ingyenes, és üzemelő pénztár, és a felirat szerint ugye a pénztárból lehet központilag kinyitatni a WC ajtót, tehát ahogy az most már kell, van férfi, női, meg mozgássérült WC, és itt volt egyébként a lesti régebben, hát ezt most itt elfalaszták az elfjárót is, és akkor mondják, bemutatom még az utcafrontot, aztán meg a Tremtrént. Hát így néz ki az állomás épület utcafrontja. Ez a váróteremben felé vezető bejárat, és itt van a vég. Hát ez már a villamos, hogy a felsővezeté tartó szopok már állnak, itt van a utastájékoztató kijelző, nyilván még nem működik, viszont a vágányokat már levakták. És akkor tovább a nyílt vonal felé. Itt már az új szerelvény fog járni, ami a vasút villamos. Egyébként a Stadler gyártja, és egy példány már készen van is futópróbázni, és hamarosan fog. Hát sajnos még nem itt, úgyhogy erről most nem lesz videó. Egyébként ott van egy jelző, ami gondolom majd a szabad jelzést adja, úgymond kiárati jelző innen az állomástól. Bár ez már villamos üzem lesz innestől kezdve, eddig nagyvasúti volt, és itt vált át villamos üzemre. Ott az első állomás a villamos üzemnek, ahol a nagyvasúton letérott két vágány van, viszont innen egy vágányos. Mutatom, és így tovább egyenesen megy sokáig, de hát ez látszik, hogy igazából már készen van. Aztán majd végig sétálok, nem tudom, de én úgy tudom, hogy a vágányhálózat az már végig készen van. És hát jövő nyáron ennek már el kell indulnia. Tehát itt a villamos üzem szempontjából ennek legalábbis eddig akadálya nincsen. A felső vezetéket azt néhány nap alatt is ki lehet adni, és a pornostól kezdve már mehet. Egyébként akkor még néhány szót elmondok az egész rendszerről, tehát egy ilyen hibrid üzemű jármű lesz, ami a villamos hálózaton a villamosnál megszokott 600 volt egyenárammal fog működni, viszont a nagyvasúton dízellel, mert ugye a Szeged-Békéssel a vasútvonal nincs villamosítva, egyébként terve van. Meg a Tremtrén hálózat kiterjesztése is terve van, Makó meg Szabadka fele is. Tehát, hogy a későbbiekben villamosítanák, akkor lehet kettős üzemű járműveket beszerezni rá, és akkor a mostaniak, amik majd itt fognak járni jövőre, azok mehetnek a makói, vagy akár a szabadkai ágra is. Bár úgy tudom, hogy Szabadka fele is tervezik a drótot kihúzni.
De hát nyilván meddig ez nem történik meg, addig is lehet dízelüzeművekkel járni. Hát ugye, ahogy látjátok, és már mutattam, és a felső vezetéktartó oszlopok már állnak. Tehát innen már, és már a tartókonzolok is a helyén vannak. És nyilván a vágányfektetés is megvan. Úgyhogy ugye, megyek tovább, és akkor elsétálok Hódmezővásárhely másik vasútállomásáig, ugye ott van a vége, meg nyilván köztes megállók is lesznek, hát azokat is meg fogom mutatni. És akkor ide megérkeztem az első megállóig. Ilyen népkelt felül, ez a Bartók Béla utca megálló lesz. Tudjátok, az akasztófa ott lesz majd a digitális kijelző, ami ugye, itt a helyi futár lesz, majd úgymond, hát az érkezési és indulási időpontokat fogja majd megadni. És itt a peron többi része, hát ez a hagyományos viakololt peron, SK plusz 55, ugye hasonló a nagyvasúthoz. És hát itt látjátok, hogy a jelzőlámpa mellett már ott van a villamosodnak szerint holdfényjelző is. És ott van még egy oszlop, aztán azt majd közelebb megyek és megnézem, hogy mi lehet. Hát ezen csak egy hangos utas tájékoztatással egy hangszóró van. És hát gondolom az a zebra és a lámpás kereszteződés is újonnan épült. Ezt nézzétek, itt kanyarodik el a vágány, és keresztül megy a körforgalmon. Szegeden is van ilyen, hát most már majd Vásárhelyen is lesz. És úgy látom, ott van még egy megálló. Úgyhogy akkor elmegyek arrafele, és akkor azt is közelebbről megnézem. Egyébként ugye erről jöttem, itt egyenesen ment a vasútállomásig. Igen, és valóban ez a Hősök tere megálló lesz. A népkelt felül a második Hódmezővásárhely Hősök tere. Látszik, hogy megálló még az utolsó simításokat végzi, de maga a vágányfektetés az megvan. És hát, látok, ugyanilyen peron, mint az előző, nagyjából ugyanúgy is néz ki. Digitális kijelző, vizuális, meg hangos utas tájékoztató is lesz. Hát azért még legalább egy év, mire ez üzemben is lesz. Bár amikor egy év az nem kell, mert elvileg jövő nyáron át fogják adni. Hát akkor mondjuk egy 9 hónap. És a B plusz parkoló is épült ide, és hát azt már most használják. Szinte tele van biciklikkel. És akkor Hősök tere megálló után ismét ív, és errefele folytatódik a vágány, mindjárt meg is mutatom. Itt van. És hát akkor tovább. És végig állnak, ha megfigyelitek, a felső vezetéktartó oszlopok is. Itt viszont látszik maga a sínszál is, mert itt egy elem hiányzik. De hát itt egy kicsit jobban meg lehet nézni. És ismét egy ív, és valószínűleg itt is lesz még egy megálló. Következő egyébként Kossuth tér, és ott ha a térképeket jól rajzolták meg, akkor ott kitérő is lesz, tehát ott az egy kétvágányos megálló lesz. De hamarosan odaérek és megmutatom. Hát itt le van zárva az építési terület, de valószínűleg a megálló is itt lesz. És valóban ez a Kossuth téri megálló lesz, és figyeljétek, itt van a kitérő. Mert nyilván azért a sűrű forgalom miatt kell, hogy legyen itt a villamos üzemben is egy lehetőség, ahol a szerelmények egymásra el tudják kerülni. Tehát hogy két magára két peron, és itt viszont már nincsenek letakarva a vizuális kijelzők, úgyhogy még közelebb megyek, és megpróbálhatok megmutatni, hogy néz ki. Hát ugye le van kordonozva az építési terület, tehát a kordonon kívül próbálom majd, amennyire lehet megközelíteni. Azt nézitek, ott van egy T2, és a másikon meg egy T1 felirat van, tehát lehet, hogy két viszonylat lesz. És itt el is fog könyvben, mert valószínűleg, mert az egyik az nagy állomás fele megy, a másik meg a nagy állomásról visszafele jön. Tehát az akár két külön viszonylat is lehet. Mert a nagy állomáson nem lesz nagy vasúti kapcsolat, ott egy kétvágányos fejvégállomás lesz, onnan majd visszafordulnak a szerelvények. Hát itt egyébként a pedonról meg a többiről nem lehet többet mondani, viszont itt látszik a kijelző. Úgyhogy már csak ezért is érdemes volt eddig eljönni. Hát nyilván ott ahol a munkagépek dolgoznak a háttérben, ott szűkül vissza egy vágányra, és megy az út közepére ismét a pályatest. És majd valamikor el fog fordulni a nagy állomás fele jobbra. És itt a következő körforgalom, amin keresztül megy a villamos. Hát ugye erről jöttünk, és még onnan megy tovább.
Igen, még azon az utcán fog tovább menni, és lesz még egy megálló, hogyha jól emlékszem, akkor Calvin térnek hívják. De majd mindjárt meg fogom nézni a kis azért puskába, mert ugye a Google-ba rákereste így menet közben a megállókra. És utána viszont már a nagy állomás jön. Tehát még egy megálló lesz, és utána jön a nagy állomás. És igen, jól mondtam, ez a Calvin téri megálló. Ezért ugyanaz egyébként. Vizuális és hangosítás tájékoztató, és itt is van a templom előtt B+-szel parkoló. Hát arrafele is, tehát... Ja, lehet, itt van a buszpályaudvar, na akkor majd benézek ide is, majd a másik irányba a templomot megkerülök, és megnézem, hogy mi a helyzet. De látszik, hogy van igény a B+-szel parkolóra, mert ott arrafele is rengeteg biciklit látni. Hát igen, itt az Alföldön azért sokan járnak biciklivel. Egyébként jellemző a legtöbb alföldi városra, ahol síkvidék van, hogy akár nyilván nagyon más közlekedési eszköz sok helyen nincs is. Akkor, ja igen, arrafele megy tovább. És ezt nézzétek, itt már elkezdték szerelni a pókhálót. Már ez még nem a munkavezeték, de szerintem a tartósorganyokat már most itt elkezdték szerelni. Ki tudja, akkor lehet, hogyha még megyek egy kicsit előre, akkor már lehet, hogy lesz egy hely, ahol már a pókháló is rendesen fenn van. Ja, és innen akkor ez az utolsó is szerintem, és innen már a nagy állomásra megy. És igen, és itt az utca vége, és itt fordul be a nagy állomás fele a vágány. És ott lesz a vége, ott úgy látom, ott lesz majd a váltó, vagy ott dolgoznak rajta. És igen, és itt is megy a plafontapasztás. Hát ilyen munkavezeték az még sehol nincsen, viszont ilyen tartós oldalokat már több helyen is láttam. És itt lesz majd a végállomás, ott a váltó, és itt ágazik ki két vágányra. És egy két vágányos fejvégállomás lesz itt. Itt is van egy digitális kijelző, ami ugye szabad nincsen lefóliázva, akkor ezt közelebbről megnézem. Ha itt nincsen T1, meg T2, csak T van, tehát ez meg valószínűleg a tramtént jelenti, nem a tanulóvezetőd. Nézzük csak végig, és ennyi. Ott már az egyik ütközőbak is megvan. Itt még nincsen letérkövezve a megálló, de egyet maga a vágány az megvan, csak ugye a megállókon kell még dolgozni, meg a felső vezeték nincs még a helyén. És itt a vége. Ütközőbak. Eddig fog tartani a tramtrén is. Ez már itt a kihúzó része, tehát innen vissza fog fordulni. És Népkertnél tud visszamenni a nagyvasútra. És Szegeden pedig a Lókusi pályaudvarnál tud letérni. Átmegyek Szegedről és majd azt is megmutatom. Hát innen most ugye a vasúton is vágányzár van pont az építkezés miatt, tehát a vonatpótlóbusz nem is tudom honnan indul, de valahonnan innen azt meg kell keresni, meg pláne azt, hogy mikor. És itt van az egyes villamos, és itt ágazik ki a tramtrén. Hát ez a másik ága, itt tud rácsatlakozni majd a nagyvasútról a villamos üzemre, Szegedben belül. Ugye ott látszik a vágány, ahol dolgoznak, és itt két vágány megy, de ott leszűkül egyre, és a másik vége pedig ott a nagyvasútnál van. És közben jön egy villamos. Itt nem is dolgoznak, úgyhogy most már meg tudom egyszerűen mutatni, hogy itt van a tramtrén kiágazás, két vágányból pedig itt egy lesz, és ez megy egészen a nagyvasútig. Hát akkor most úgyis sokat kell várni a villamosra, akkor elmegyek a végéig, vagy hát ameddig lehetséges. Látjátok, arra folytatódik tovább a vágány, és ott lesz a tramtrén. Ennek a becsatlakozása a nagyvasútra, viszont ez már üzemi terület, innen nem tudok tovább menni, úgyhogy vissza is fordulok. Meg amúgy is mindjárt jön a villamos. Egyébként erre jöttünk, és igen, meg van szervényezve. Még egy kilométer lenne amarra a becsatlakozás, de hát most ezt nem tudom végig sétálni, mert egyrészt elmi a villamos, másrészt ez meg már üzemi terület. És hát természetesen, hogyha elkészül a tramtrén, akkor fogok vele utazni. Bemegyek a plázába és keresek valami kajáldát, mert korán reggel indultam el és nem ettem még ma semmit, úgyhogy már épp itt az ideje. Én megnézem, hogy az egyes villamos, hogy ez óránként jár, ezzel tudok majd visszamenni. De szerintem lesz elég idő egy kajára. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, és ilyet tudjátok. Ha tetszett, akkor lájkoljátok,
ha a videó nem tetszett, akkor és nem tettétek meg, akkor a csatornába, és iratkozzatok fel. Úgyhogy ennyi volt. Sziasztok!